Az elmúlt évtizedekben a települések végén vagy külterületén nem megfelelően alakítottak ki hulladéklerakókat, ezért a térség települései úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy szilárd hulladékgazdálkodási társulást és egy olyan hulladékgazdálkodási rendszert, ami mind a fennálló jogszabályoknak, mind a jogos környezetvédelmi elvárásoknak megfelel. A lerakók rekultivációja többféleképpen lehetséges, térségünkben három módszert alkalmaztak és alkalmaznak most is. Van, amikor viszonylag kisebb mennyiségű a hulladék, akkor azt egy az egyben felszedjük, és egy szigetelt hulladék lerakóba kerül, tehát semmi más nem marad a helyén, mint egy szép zöld fűesített terület. Van olyan, amikor egy átmeneti lezáró réteg kerül a hulladékra, ami azt jelenti, hogy ez csak föltakarás, illetve növényesítés, fűesítés. Ezt követően majd 10 év múlva ezeket még el kell látni egy végleges záró réteggel. Vannak azonban olyan lerakók, amelyek már egyszer s mindenkorra lezárhatóak, erre rákerül a végleges záró réteg, ami azt jelenti, hogy egy igen komoly bentanítós anyagos szigetelő réteget is kap a hulladék, és arra kerül egy termőréteg, az pedig hüvesítésre kerül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárd hulladék gazdálkodási társulás településeinek szilárd hulladék lerakóinak rekultivációja elnevezésű projekt tájékoztatóján elhangzott, újabb helyszíneken közel 1,7 milliárd forint értékben tehermentesítik a környezetet térségünkben. Most 22 lerakó esetében megvalósul a projekt keretében a teljes rekultiváció, tehát azok a tájsebek, azok a környezetet veszélyeztető veszélyforrások, amelyeket ezek a szabályozatlan falu végén, település végén elhelyezett lerakók jelentettek, ezek megszűnnek. Úgy, ahogy korábban is a 108 esetben is ez volt a célunk. 30 esetben még van feladatunk ilyen vonatkozásban. Tulajdonosi problémák okozzák, hogy ebben nem tudtunk előrelépni. Önkormányzati, illetve állami tulajdonban kell lenni azoknak a területeknek, amelyek a rekultivációjára a társulás pályázatot tud benyújtani. A tájékoztatón az elnök hozzátette, a térség rendezetlen hulladéklerakóinak problémáját később akár a TOP keretében is meg lehet majd oldani.